Köszönöm a kedvességüket, és hogy ilyen sokan eljöttek. Nyilván ez a nagy érdeklődés a jó témának szól, mert ahogy itt a felvezetőben is az előbb elhangzott, nem csak érdekes ez a téma, hanem kevésbé kutatott is, hiszen Kossuth Lajosnak a polgári átalakulással kapcsolatos nézeteit, elképzeléseit, törekvéseit meglehetősen jól ismerjük, könyvtárnyi irodalma van, viszont meglehetősen szűkszavúak azok az irodalmak, amelyek Kossuthnak a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos álláspontját firtatták. Vannak olyan szakemberek, történészek, akik egyenesen azt mondják, hogy ez azért van, mert Kossuthnak nem is volt saját önálló álláspontja a nemzetiségi kérdésben, a nemzetiségi politikában. Ez a rövid előadás egyebek között arra is jó, hogy erre a korántsem költői kérdésre választ adjon, hogy volt-e neki. Igenis volt, és hogyha volt, akkor milyen területeken és milyen módon nyilvánult meg. Tehát Kossuth Lajos és a nemzetiségi kérdés. Kossuth Lajosban mi régóta a 19. századi magyar történelem kiválóságát tiszteljük, és tevékenységének zömmel a pozitívumait szoktuk kiemelni joggal. Viszont, hogyha megnézzük az utódállamok történetírását, vagy Kossuth kortársainak, nemzetiségi kortársainak a véleményeit, vagy a lapok véleményeit, Kossuth helyéről, szerepéről, hát bizony mit látunk? Egyre sötétedő képet látunk Kossuth Lajossal kapcsolatban, hogy más nem mondjak, már az 1830-as években előfordult, nem is egy alkalommal az, hogy szlovák evangélikus fiatalok, diákok pompázatos körülmények között, tehát ünnepélyes körülmények között Kossuth Lajos, Széchenyi István, Veselényi és Kossuth kortársainak a képeit égették el. Nos, ez a tónus még sötétebbre váltott, és amikor 1894-ben Kossuth Lajos meghalt, mondanom sem kell önöknek, hogy a magyar őt méltató újságcikkek, hírek, egyéb megnyilatkozások mellett jócskán voltak olyan nemzetiségi lapok, vélemények is, amelyek Kossuthot gyakorlatilag az ördöggel azonosították. Egy olyan politikust láttak benne, aki a nemzetiségeknek csak rosszat és csak rosszat hozott. A mai előadás első gondolatköre ezzel lesz kapcsolatos, tehát hogyan ítélték meg Kossuthot egykor és ma határainkon túl. Célszerűnek látszik nagyon röviden fölvázolni, hogy Kossuth nemzetiség politikáját megfelelő közegbe illeszthessük. A reformkor két nagy megoldásra váró, két alapvető kérdésével, a polgári átalakulással és a nemzetteremtéssel kapcsolatos álláspontokat, mert csak ezek birtokában ismerhetjük meg igazán jól a magyar liberális felfogás lényegét. A magyar liberálisok nemzetfelfogása, amelyet egy politikai nemzet néven ismerünk, az 1830-as évek végére, 1840-es évek elejére alakult ki, ekkorra öltött érett formát, és amennyiben ismerjük ezt a liberális magyar nemzetfelfogást, akkor tulajdonképpen ismerjük Kossuth Lajosnak a nemzettel kapcsolatos álláspontját is, hiszen már most előre bocsájtom, hogy Kossuth álláspontja alapvető kérdésekben, alapvető pontokon, területeken nem különbözött kortársainak, tehát Kölcseinek, Veselényinek, de még Széchenyinek a felfogásától sem, csak árnyalatnyi különbségeket lehet felfedezni közöttük. Kossuth nemzetfelfogására épült, erre támaszkodott nemzetiség politikája is. Ennek a lényegét is szeretném ugyancsak vázlatosan ismertetni, abból a célból, hogy az előadás vége felé pedig Kossuth nemzetiség politikájának néhány konkrét megnyilvánulására is rámutassak az 1848-as forradalom előtti és a 48-49-es forradalom szabadságharc időszakából. Tehát ez a mai kínálat, és
már előre is köszönöm megtisztelő figyelmüket és bizalmukat. Nos, nézzük, hogyan ítélték meg Kossuthot, mondjuk 1894-ben tehát, amikor ez év tavaszán meghalt. A magyar újságok, ahogy említettem volt, egyértelműen méltatták, ellenzéki újságok, kormánypárti újságok egyaránt, viszont csak két nemzetiségi sajtóból kiragadott részletet osztanék meg önöknek, annak illusztrálására, hogy tehát a nemzetiségek politikusai, zsurnalisztái szemében Kossuth, ahogy említettem, maga volt szinte az ördög. Az Asztava, tehát Zászló nevű újvidéki szerb újság 1894 késő telén, kora tavaszán a következőket írta, engedelmükkel felolvasnám, mert nem biztos, hogy a hátul lévők is tudják olvasni. A szerbek nem fognak könnyeket hullatni Kossuth után, mert nem volt jó lélek, sem barát. Kossuthot azonosították a szerb falvak felgyújtójával, a szerbek legyilkoltatójával, és összességében a legnagyobb magyar soviniszták közé helyezték. Ez a hang nem jellemző a szlovák nemzeti újságra, a Národné novinire is, amelynek a cikkírója azzal kezdi, hogy gyalázat, de tény, annak dacára, hogy Kossuth Lajos szlovák anyától és apától származik, mondjuk ez némileg pontatlan, mert csak az apa stimmel, az anya már kevésbé. Tehát szlovák szülei vannak, és mégis utálta a szlovákokat, így utálni csak egy renegát tud. Tehát a másik bűnéül azt rótták föl, hogy Kossuth, aki szlováknak indult, megtagadta szlovákságát, ahogy a korban mondták, megtagadta faját, a vérét, és magyarrá vált. És ezáltal tehát a szlovákok megsemmisítője lett az 1848-49-es időszakban, de a toll fegyverével már 1848-at megelőzően is. És mi a helyzet ma? Előkerestem egy ma is használatos, Szlovákiában használatos, 8. osztályos alapiskolai történelem könyvet, amely szó szerint a következőket írja Kossuthról, ettől többet nem is ír. Kossuth Lajost, többet meg sem említi. A magyar forradalmárok Kossuth Lajos vezetésével az egységes magyar nemzet gondolatát tartották szem előtt az országban, a politikai jogokat és a nemzeti függetlenséget csak a magyaroknak követelték, Magyarország többi nemzetiségeire nem gondoltak. Ezért a többi nemzet forradalmi erői ellenük fordultak. Ebben is több csúsztatás van, csak nincs arra idő, hogy a részletekbe belemenjek, de majd ezt a fajta álláspontot később néhány példa erejéig még vissza fogom hozni. Nos, át is térnék a reformkor két megoldásra váró történelmi horderejű feladatára, a modern nemzet megteremtésére és a polgári átalakulás kérdéseire. Ezeknek a feladatoknak a lényegét úgy hiszem, ebben az körben nem kell különösebben bizonygatnom, a legplasztikusabban, a legtömörebben talán Kölcsey Ferenc vetette papírra, illetve hát két országgyűlési felszólalásáról van szó, amelyeket 1834-ben és 35-ben tett. Kölcsey úgy fogalmazott, hogy a legfontosabb program számunkra haza és haladás, szabadság és tulajdon. Most mit jelentett a haza és szabadság? Nagyon rövidre fogva ezt a magyarázatot, elégedjünk meg annyival, hogy a legfontosabb feladat az volt, hogy az addig létező, sok évszázados múltra visszatekintő feudális nemzet helyébe a polgári modern nemzetet kellett állítani. A feudális nemzet jellegzetesen kirekesztő nemzet volt, hiszen a nemzet testébe csak a lakosság maximum 4-5%-át kitevő nemességet, illetve azokat fogadta be, akiknek képviseletük volt a diétán, a rendi gyűlésen.
De még egyszer mondom, az összlakosságon belül ez 4 vagy 5%. Tehát a por német, népet, a jobbágyparasztságot és a rendi képviselettel nem rendelkezőket Verbőci óta nem tartották a feudális nemzetbe, a Nácio Hungarikába tartozóknak. Tehát ezt az áldatlan helyzetet kellett megváltoztatni, és ennek a nemzetnek a helyébe egy olyan polgári nemzetet kellett állítani, amely már befogadó, nem kirekesztő jellegű, amely a magyar királyság, a magyar állam minden polgárának nyelvre, származásra, etnikumra való tekintet nélkül egyenlő jogokat, egyenlő szabadságokat biztosít. A polgári átalakulás, amit tehát Kölcsey a haladás és tulajdon szavakban sűrített össze, nagyon sok, nagyon fontos feladatok megoldását és előtte kidolgozását jelentette. A tankönyveinkben ugye legrövidebben ez a Szent Háromság szerepel, hogy jobbágyfelszabadítás, közteherviselés, népképviselet, de hozzá lehetne tenni az egyéni szabadságjogok biztosítását mindenkire, és sok-sok más egyebet is. Na most el kell még azt mondanom, hogy a nemzetteremtés, nem nemzetté válásról van szó, nemzetté válás Nyugat-Európára jellemző, nálunk Közép- és Kelet-Európában, így Magyarországon is a nemzetet meg kellett csinálni. Ahogy így is Gyula meg Németh László fogalmazott még az 1930-as években, és egy maroknyi értelmiség, egy maroknyi nemzet ébresztő feladata volt a nemzet csinálás, a nemzet teremtés, amely mögött ott munkált a kor egyik legnagyobb hatású ideológiája, eszméje, a nacionalizmus. Tehát a nacionalizmus volt ennek a motorja, a polgári átalakulásé pedig a liberalizmus. Néhány további megjegyzést, észrevételt is szeretnék az elmondottakhoz fűzni. A liberalizmus és a nacionalizmus tiszta formában sehol nem jelent meg, éteri tisztaságban sehol nem létezett, kapcsolataikban, összefonódásukban jelentkeztek ezek. Itt az arányok a fontosak. Hogy egyes politikus gondolkodásában, felfogásában melyik volt a súlyosabb, melyik volt a fontosabb és melyik a kevésbé fontos. A mi esetünkben, tehát Kossuth Lajos esetében azt tudom mondani, hogy Kossuth egyidejileg volt liberális nacionalista, tehát liberál nacionalista és nacionál liberális. A polgári átalakulás kérdéseiben alapvetően liberál nacionalista volt, a nemzetteremtés problémakörében pedig inkább nacionál liberálisnak lehetne nevezni. Egyébként is, ahogyan már említettem, az előadás legelején Kossuth számára elsősorban a magyar polgári átalakulás kérdései, feladatai voltak az elsődlegesek, szemben a nemzetiségek politikai vezetőivel, élükön Ludovic Sturral vagy Ludovic Gajjal, az egyik szlovák volt, a másik horvát, Kossuth kortársa mind a kettő. Tehát a nemzetiségek a saját nemzeti ügyüket tartották fontosabbnak, és ennek a szlovák, szerb, horvát nemzeti ügynek rendelték alá, Kossuthéktól eltérően a magyarországi közös ügyet, a polgári átalakulás ügyét, ami mindenkire, magyarra, nem magyarra egyaránt kiterjedt. Nos, itt van még egyszer ebből az említett szlovák alapiskolai tankönyvből kimásolt fénykép, és mivel nagyon kicsi a szöveg, kinagyítottam a bal oldalon, hogy hogyan is ítélik meg a szlovákok nemzeti nagyságának, Ludovic Sturnak a politikusi szereplését. Sturról tudni kell, hogy 1847-ben, 48-ban az utolsó rendi gyűlésen Zólyom szabadkirályi város követeként ott volt a pozsonyi parlamentben, és 6-szor szólalt fel magyarul, kossuthos ruhában, magyaros ruhában, és majd lesz egy másik kép, és meg fogják látni, hogy kiköpött Kossuth Lajos. Tehát ugyanaz a szakál, ugyanaz a viselet, ugyanaz a ruházat, és mégis itt van egy újabb csúsztatás a tankönyvek, illetve ennek a tankönyvnek is a szlovák történés szerzői. Hát bizony elég sok mindent leegyszerűsítenek, és nem is akármilyen módon.
Úgy állítják be Sturt, hogy ő elsősorban a jobbágyrendszer eltörléséért szállt síkra, és ezért lépett fel a Magyar Országgyűlésen, egyben a nemzeti politikai programot is próbálta elfogadtatni. Tehát Sturról azt állítja, hogy elsősorban volt liberális, és másodszorban volt nacionalista. Kossuthot pedig éppen fordítva ábrázolja. Van egy bevezető rész, tehát mindent ír róla, hogy liberális politikus, szabadságharc egyik vezetője, kitűnő szónok, jó szervező és publicista volt, és ami a lényeg, az egységes magyar nemzeteszméjét vallotta és hitte, mint maga kifejtette, hogy a szabadságjoga és az abból eredő jólét sokkal fontosabbak az ember számára, mint az üres beszéd. Kossuthot pedig nacionalistának és ennek alárendelten liberálisnak is minősíti, pedig éppen fordítva van a dolog, hát ez a lényeg. Nem csak Sturr esetében, hanem az összes többi nemzetiségi politikus esetében is. Most a nemzetteremtés és a polgári átalakulás történelmi horderejű feladatait egy sajátos magyar találmány, nyugodtan nevezhetem így, az érdekegyesítő politika kapcsolta össze, amely a jogkiterjesztésre épült. Az érdekegyesítésnek három szintjét szokták megkülönböztetni. Ebben az előadásban én ezeket csak azért választom külön, mert a valóságban ezek is összefonódva jelentek meg, hogy jobban érteni lehessen, jobban követni lehessen. Tehát a hatalmi, a társadalmi és a nemzeti-nemzetiségi érdekegyesítésről van szó. A hatalmi egyesítés röviden azt jelentette, hogy Kossuth Lajos, majd a megalakuló Batthyány kormány minden tagja, őszintén bízott abban, hogy a magyar reformtörekvések és az osztrák kormányzati érdekek összhangba hozhatók. Hiszen a bécsi osztrák vezetésnek is érdekében állhatott az, érvelt például Batthyány Lajos, hogy a birodalom a monarchia keleti részén, a magyar királyságban is legyen egy erősödő, gazdagodó, polgárosodó, gyarapodó nemzet, amelynek a vezetői élükön Kossuth Lajossal kijelentik és tevékenységükkel bizonyítják, hogy mi nem akarunk a Habsburg birodalomból kiválni, elszakadni, mi a magyar nemzet gyarapodását, erősödését a birodalmi kereteken belül képzeljük el, nagyobb egyenjogúságot kivíva a magyarok, a magyarság számára. Nos, erről a hatalmi érdekegyesítésről kiderült, hogy kezdetben jól vizsgázik, de eljött 1848. augusztus vége, amikor ismerjük a dolgot, a bécsi kormányzat úgy döntött, hogy nem fehér asztalok mellett, hanem a fegyverek szavával kell a magyarokat jobb belátásra bírni. A társadalmi érdekegyesítés lényege a nemesi és a jobbágy paraszti érdekek összeegyeztetése volt. Nos, ez egy irtózatosan kemény feladatot jelentett, hiszen gondoljunk bele. A nemes utálta, lenézte, megvetette a buta, tudatlan parasztjait, akik ráadásul ugye 1848 tavaszáig még jobbágyok is voltak. A jobbágy parasztok pedig gyűlölték, nem szerették a földes urukat, akikben az elnyomóikat látták, évszázados elnyomóikat. És mégis Kossuthéknak meg kellett próbálniuk azt, hogy a reform mozgalmat vezető köznemesség, tehát a kis és közép birtokos menemesség megnyerje a magyar társadalom alaplakosságát képező sokmilliós, nyelvileg is sokszínű jobbágy paraszti tömegeket támogatóként. Tudták, hogy ezen áll vagy bukik a reformmozgalom, majd később a forradalmi szabadságharc sikere. Tehát azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e tartósan megnyerni őket támogatóként, vagy pedig, hogyha nem adunk nekik, nem ígérünk nekik eleget, akkor
könnyen elcsábulnak és hisznek Bécs szirén hangjainak, mert tudják, hogy a bécsi politikusok évszázadok óta hihetetlenül jól, vagy többnyire nagyon jól alkalmazták az oszd meg és uralkodj politikát. Ez esetben is megpróbálkoztak, és 1848 nyarától nem is sikertelenül azzal, hogy leválasszák Kossuth Lajosék háta mögül a legfőbb támogatóikat, legfőbb bázisokat jelentő paraszti tömegeket, akiknek ígértek fűtfát. A nemzetiség ígéretek ugye nyitott fülekre is találtak, és ezzel már át is tértem az érdekegyesítés harmadik kérdésére, területére, a nemzeti-nemzetiségi kérdésre, amit a dián zárójelben oda is írtam, a kossuthi politika talán legsérülékenyebb pontjának lehet nevezni, mert abból indult ki ez a felfogás, hogy a magyar és a nem magyar nemzeti törekvések kibékíthetők. Abban az esetben, hogyha a nem magyar ajkúaknak is megadjuk ugyanazokat a jogokat, amelyeket a magyarok élveznek, tehát jogképesség tekintetben magyar és nem magyar között a magyar államon belül nem lesz különbség, mint egyének ugyanazokkal a jogokkal bírnak, ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, és a nemzetiségek ezért, mint egy hálából, majd nem fogalmaznak meg kollektív nemzeti igényeket, kollektív nemzeti törekvéseket, csak hát az érdekegyesítő politika eme területéről is kiderült 1848 nyarán, vagy nyara után, mikor a szerbek, a románok és a többiek fegyvert fognak a magyar forradalom, majd szabadságharc ellen, hogy a hatalmi érdekegyesítéshez kép, illetve ehhez hasonlóan ez is illúziónak bizonyult. Nos, tehát nagyjából arról van, erről a háborúról van szó, ott van a bal felső dián a Habsburg Birodalom, két nagy fele van, ugye az osztrák örökös tartományok, és a lajtán innen pedig a Magyar Királyság. Hogyan lehetne hatalmi szinten az osztrák és a magyar érdekeket egyensúlyba hozni? Másik dia egy meggyötört jobbágyparasztot és a botost, őt megbotozó, akár deresre is húzó földesurát mutatja, tehát tűz és víz, ahogy mondtam, és az alsó térkép pedig Magyarország nemzetiségi térképe 1848-ban, 49-ben, tehát a nemzetiségi érdekegyesítést, illetve erre utal. Na most áttérnék a liberális magyar nemzetfelfogás megszületésére, amerről már említettem, hogy az 1830-as évek végére, 1840-es évek elejére alakult ki érett formában. Az egy politikai nemzet koncepciója három tényezőből, három alkotó elemből állt, ezeknek egyfajta szerves-szervetlen keveredése volt. Az egyik a feudális államnemzet, a Nácio Hungarica, erre a talapzatra épült az egész. A másik egy fiatal, a 18. század végén megszülető nemzetfogalom, a Johann Gottfried Herder által ihletett nyelvnemzeti vagy kultúrnemzeti fogalomkoncepció, a harmadik pedig a francia forradalom tüzében sarjadt államnemzet vagy nemzetállami, de politikai nemzetnek is nevezték felfogást. Visszatérve a feudális államnemzetre, ezt nem is magyar nemzetnek, hanem magyarországi nemzetnek kéne mondanom, azon egyszerű oknál fogva, mivel a Nácio Hungarica tagja, tehát ennek a feudális magyar nemzetnek a tagja volt, tagja lehetett minden hungaruszt tudatú nemes. Minden magyarországi tudattal rendelkező nemes, nyelvre, etnikumra, származásra való tekintet nélkül. És ez így is volt, tehát ők voltak a nemesi nemzet tagjai, és éppen ezért volt tehát ez a hagyományos feudális magyar nemzetfelfogás kirekesztő jellegű, mert kirekesztette a nemzetből a 19. század 20-as, 30-as éveig a sokmilliós jobbágyparaszti tömegeket és a rendi politikai képviselettel nem rendelkezőket. A Nácio Hungarica a hódítás elméletre épült. Ennek a hódítás elméletnek már évszázadokkal korábbi előzményei, gyökerei is voltak,
és még mindig virulens, még mindig élő az 1830-as, 40-es években is. A hódítás elmélet arra támaszkodott, hogy Árpádék honfoglaló magyarjai fegyverrel szerezték meg a hont, és nem is csak megszerezték, hanem fegyverrel, életükkel és vérükkel tartották meg évszázadokon keresztül. Tehát a nációhungárika a magyarok államalkotó és államfenntartó képességére épült. Ahogyan a tudományos gyűjtemények egyik cikkírója írta 1817-ben, a nemzeti elnevezés hazánkban egyedül az uralkodó magyarokra illik. Ebből következően elvárták a nem magyaroktól, hogy szeressék a magyar nyelvet és magyarosodjanak, szó szerint szeressék nyelvünket is és magyarizáltassanak. Tehát hagyjanak fel a saját nyelvükkel, a saját kultúrájukkal, és hol előbb, hol később váljanak kívül-belül magyarokká. A középkori uhorszkó, a szlovákok így nevezik, hogy Magyarország, nincs jó kifejezés erre, tehát Magyar Királyság, vagy Hungáriának lehetne ezt az uhorszkót lefordítani, tehát így nézett ki a feudális nemzet és az egyik szimbóluma. Nos, a másik komponense ennek a magyar liberális nemzetfelfogásnak a nyelv vagy kultúrnemzeti eleme volt. Nyelvében él a nemzet. Ugye Johann Gottfried Herdertől származik ez a szállóigévé vált mondás, mi pedig többnyire Kölcsey Ferencnek vagy Széchenyi Istvánnak tulajdonítjuk. Ők is mondták, Kossuth is hangoztatta ezt, de mindegyikük Herdert visszhangozta vissza. A herderi nemzetfelfogás értelmében a nemzet a nyelve által az, ami. Egy nemzet addig él, ameddig a nyelve él. Hogyha nyelv megszűnt zengeni, hogyha elalélt a nemzet, hogyha más nyelvre tér át, akkor a nemzet, mint olyan, nem létezik többé. Tehát ebben a kultúrnemzeti felfogásban, hölgyeim és uraim, nem volt az fontos, hogy legyen egy nemzetté válni készülő népnek saját állama. Ha nincs állama, akkor is lehet vagy válhat nemzetté. És tudják, hogy ez milyen ösztönzést adott mondjuk az állam nélküli szlovákoknak? Hogy mi is nemzet vagyunk, vagy a ruszinoknak? Vagy a többieknek? A 1795-ben megszüntetett lengyeleknek, ugye a harmadik felosztás után megszűnik a lengyel állam, épp a nemzet teremtés, a nemzetté válás kezdetén. Tehát ennek a nyelvnemzetnek konkrét nyelvi etnikai fedezete van. A magyarokhoz, a szlovákokhoz, a románokhoz, hadd ne sorjam a többieket végig, kötődik. De ami a magyar nyelvnemzeti felfogást illeti, ennek a legfőbb kidolgozója Kölcsey Ferenc volt egyébként. Ez a felfogás a nem magyaroktól szintén önkéntes magyarosodást várt el. Váljatok minél gyorsabban, lehetőleg minél hamarabb magyarokká. Amennyiben pedig nem akartok, mert potenciálisan ez is benne rejlett ebben a nyelvnemzeti koncepcióban, akkor meg kell gyorsítani a folyamatot. Adminisztratív eszközöket is alkalmaznunk kell, a minél gyorsabb elmagyarosításotok érdekében. Na most a magyar nyelvnemzetért folyó harcnak volt köszönhető a nyelvtörvényekért folyó fél évszázados küzdelem. Ugye a magyarok 1792 és 1844 között újabb és újabb nyelvtörvényeket fogadtattak el, eközben Bécssel is, meg a nemzetiségekkel is komoly, kemény harcokat kellett vívni, és a folyamat végét, végeredményét ismerjük. 1844-ben becikkelyezték, hogy a magyar államnyelv, mint ahogy azóta is Magyarországon az államnyelv a magyar. Végül, de nem utolsó sorban, a francia típusú állam, nemzetállamnak nincs konkrét etnikai fedezete, mert abból indul ki, hogy a nemzet nem más, mint azonos jogokkal rendelkező állampolgárok politikai közössége, nyelvre, származásra, etnikumra való tekintet nélkül. Tehát még egyszer mondanám, az a liberális magyar
egy politikai nemzet koncepció, amelyet Kossuth Lajos is képviselt, ennek a három komponensnek az egészére, szervetlen keveredésére épült, és még tovább víve a gondolatsort. Nagyon érdekes és elgondolkodtató Kossuthék logikája. Mivel az összes magyarországi nem magyarajkú nép, amikor a nemzetté válás, a nemzetteremtés útjára lépett, a herderi nyelv nemzeti utat követte, nekünk, magyaroknak egy olyan nemzetfelfogást kell kidolgoznunk, ami nem olyan, mint az övék, ami csak a magyarokra illik. És ez egyenes úton vezetett el ahhoz, hogy a magyar liberális nemzetfelfogás az államnemzet és a kultúrnemzet keveréke lett, arra a pillérre épült, hogy a nyelv önmagában még nem nemzetteremtő tényező. Herdernek tehát nincs teljesen igaza. Azáltal, hogy van egy beszélt nyelv, majd mennek megcsinálják, hogy megteremtették az irodalmi nyelvi változatát vagy változatait is, attól még a nép nem nemzet. Kell még valami plusz, és egy olyan plusz, ami csak a magyaroknak van. Esetleg a horvátoknak, akik ugye a magyarokkal az 1100-es évek eleje óta personáluniós kapcsolatban éltek a magyar királyságon belül. Mi ez a plusz? Kell, hogy legyen saját állama. Saját több évszázados múltra visszatekintő állama, és erre az államiságra épülő történelmi tudata. A kortársak akkoriban a nemzetek, illetve a népek két csoportját különböztették meg, történelmi nemzeteket, akiknek van államiságuk, és történelem nélküli népeket, akiknek meg nincs, mint hogy a szlovákoknak vagy a ruszinoknak nem volt államiságuk, de még autonómiájuk sem. Amit elmondtam, abból egyenesen az is következik, hogy csak a magyaroknak van tehát nemzetiségük. Senkit nem akarok megzavarni, ebben az időszakban Kossuthék még nem azt mondták, hogy nemzet. Nemzetiség. Tehát csak a magyaroknak vannak olyan jellemzőik, amelyek egy nemzetre jellemzőek, élükön az állammal és az államnemzeti tudattal. Ebből következően tehát a nem magyaroknak, a horvátok kivételével tehát csupán úgynevezett népiségük lehet. Van saját nyelvük, rendben van, van saját kultúrájuk, van saját öltözetük, sajátos ételeik, szokásaik, népdalaik, mindenük, de ettől ők még nem nemzet. Nekik ettől még csak népiségük van, hiszen Magyarországon tehát csak egy politikai nemzet van, a magyar. A nemzetiségek tehát a magyar nemzet nem magyar ajkú, a magyar nemzet nem magyarul beszélő tagjai. Mint egyének teljesen egyenjogúak a magyarokkal, ezt már többször hangsúlyoztam, azért, mert fontos, nemzetként viszont nem létezhetnek, nem léteznek. Kossuthék rövid távú és hosszú távú célokat is megfogalmaztak. A rövid távokat konkrétabban, a hosszú távút elnagyoltabban. Reálpolitikusok voltak, abból indultak ki, hogy rövid néhány éven, vagy akár néhány évtizeden belül sem tudjuk azt elérni, hogy a Magyarországon élő nem magyar ajkúak magyarrá váljanak. Tehát rövid távon számolnunk kell ezzel a helyzettel, így módon egy magyar vezetésű magyarországi nemzet megteremtése a cél. Egy olyan magyar vezetésű nemzet, amelynek vannak szlovák, román, szerb, horvát és egyéb ajkú tagjai, polgárai is. De a hosszú távú cél, a végcél volt a legfontosabb. A magyarosodás és a magyarosítás segítségével el kell érni, lehetőleg minél hamarabb, hogy egy minden ízében magyar, magyarrá lett, illetve magyarrá tett nemzetet teremtsünk. Ebben a nemzetben már az államnemzet és a nyelvnemzet, a kultúrnemzet között nincs különbség, teljesen összecsúszik, a kettő válik szét egymástól. És itt még azt tenném hozzá, hogy a Kossuthi
a Kölcsey féle vagy a Veselényi féle nemzetfelfogás között nem volt lényeges különbség. Árnyalatok, erre már utaltam is más kapcsán, árnyalatok voltak csupán. A mérsékeltebbek csak magyarosodni látták, vagy kívánták a magyarokat, illetve a nem magyarokat. A radikálisabbak pedig a magyarosodás mellett a magyarosítás kényszer intézkedéseket sem nélkülöző eszközeit is igénybe kívánták venni. Vagy nagy vita volt abban, és nyitott kérdés volt mindvégig, hogy mennyire váljanak magyarrá a nem magyarok. Elége az, hogy csak magyarul beszélnek úgy, ahogy, vagy kevés. Bevezessük-e az oktatásba is a magyart? De most tantárgyként vezessük be, vagy az oktatási nyelvet, magát tegyük magyarrá? Tehát e tekintetben mondjuk Deák Ferenc és Kossuth Lajos felfogása elég lényegesen több árnyalatban is eltért különbözött egymástól, de egy célban megegyeztek. A nemzetiségeknek magyarosodniuk kell. Ezt a diát azt hiszem, hogy át is ugorhatjuk, hogy spóroljak az idővel is. Áttérve Kossuth nemzetfelfogására és nemzetiségpolitikai nézeteire, a kiinduló tételek nagyjából a következők lehetnek. Gergely András, a korszak egyik kitűnő kutatója írta, hogy Kossuth a nemzetfelfogását átfogóan soha nem fejtette ki, ez valóban így van, hiszen ő gyakorlati ember volt, pragmatikus ember volt, újságíró, szerkesztő, politikus egyszemélyben. Nem nagyon foglalkozott azzal, hogy átfogó elméleti konstrukciókat kidolgozzon. Jobban érdekelték a polgári átalakulás problémái, kérdései. Az 1830-as években ezek között főleg a sajtószabadságért küzdött, az 1840-es években pedig a jobbágy felszabadításért, hiszen hadd emlékeztessem önöket arra, hogy az 1839-40-es diéta csupán az önkéntes örökváltságot cikkelyezte be, amely, hogyha megvalósult volna, akkor 1848-ig a sokmilliós jobbágyparaszti tömegek 1-2%-át szabadított, vagy tette volna szabaddá, tehát harcot kellett indítani a kötelező állami kárpótlással történő örökváltságért. Tehát az elmondottakból az is következik, hogy Kossuth nem tartozott a magyar liberális nemzetfelfogás kidolgozói, teoretikusai közé, ő inkább csak átvette és alkalmazta azt, amit Veselényi, Kölcsey, vagy akár Széchenyi István is elméleti síkon is megfogalmaztak, kidolgoztak. De egy dolog viszont tény, hogy az ő nemzetfelfogása is történelmi megalapozottságú volt, tehát a feudális nemzet hagyományaira épült. Kölcsey és Veselényi tehát teoretikusok voltak, sokkal inkább, mint Deák és Kossuth, akik gyakorlatias, pragmatikus embereknek tekinthetők. Melyek voltak Kossuth nemzetfelfogásának az alappillérei? Odaírtam mellé, hogy ezek az alappillérek nem csak Kossuthra érvényesek, hanem 1918-ig, sőt, némi megszorítással egészen 1944-ig más magyar politikusokra is. Az egyik, a magyar állam területi politikai egysége, területi politikai oszthatatlansága, tehát integritása. Ebből jottányit sem szabad engednünk. Kettő, a magyarok kizárólagos vezető szerepe a magyar királyságon belül. Tehát a magyarok szupremáciája, szupremációja, ezt felsőbbrendűségnek szokták fordítani, nem jó. Tehát kizárólagos vezető szerep, és miután Kossuth nemzetfelfogását nagy vonalakban fölvázoltam, engedjék meg, hogy át is térjek Kossuth nemzetiségpolitikai nézeteinek az ismertetésére, részben elemzésére. Megint Gergely Andrástól, vagy Gergely Andrásból indulnék ki. Azt is megfogalmazta ez a kiváló történész, hogy Kossuthnak nemzetiségpolitikai megnyilatkozásai sem nagyon voltak. Hát
Itt már egy kicsit kételkedik az ember, mert hogyha csak az 1840-es írásait, mondjuk a Pesti hírlapban közzétett cikkeit ismerjük, akkor ezek között azért vannak jócskán nemzetiségpolitikai tárgyúak, amelyekből Kossuth nézetei rekonstruálhatók, hogy mit akart, mit kívánt. Ezt a rekonstrukciót szeretném hamarosan el is végezni. Gergely András azt is megállapította, és ezzel teljesen egyet tudok érteni, hogy Kossuth őszintén hitte és remélte, hogy a nemzetiségekre is kiterjesztett jogok következtében a nemzetiségi feszültségek feloldhatók. A nemzetiségi konfliktusok és problémák önmaguktól meg fognak szűnni. Amennyiben tehát a Magyar Királyság nem magyar ajkú, szabaddá tett lakosai élvezni kezdik ezt a szabadságot, akkor kollektív nemzeti igényeket, követeléseket nem fognak megfogalmazni. Innen 2013-ból visszatekintve jól láthatjuk, hát már régen látható is volt, hogy Kossuthnak vagy Kossuthéknak ez a koncepcionális eleme is utopisztikusnak mondható. Tehát nem állta ki a gyakorlat a valóság próbáját, mert visszatérve hozzá, ahogy fogalmazott, a mindenkire kiterjesztett jogegyenlőség által a szabadság érzetén alapuló állampolgári közösség jön majd létre, a közös szabadság pedig háttérbe szorítja a nemzetiségi konfliktusokat. Ez világos beszéd. Ez egyértelmű megfogalmazás. Tehát a nem magyarokat kielégítik majd az egyéni szabadság jogok, és ettől többet nem fognak követelni. Ez fogalmazódott meg az egyénnek mindent, a nemzetnek semmit mondásban, amit nem a magyarok találtak ki, hanem a francia forradalom kezdetén a franciák, amikor a zsidó emancipációról folytak nagy viták a nemzetgyűlésben, a magyarok tehát csak átvették, hogy a nem magyaroknak, mint egyéneknek mindent megadunk, amit a magyarok, mint egyének élveznek, de nekik, mint nemzeti közösségnek, mint nemzetnek semmit, hiszen Magyarországon csak egy politikai nemzet van, a magyar. Ők tehát nem lehetnek nemzet, nemzeti tényező. Tehát az az elvárás megfogalmazódott, hogy önkéntesen és fokozatosan magyarosodjanak, ezt nevezi a szakirodalom egyfajta asszimilációs társadalmi szerződésnek. Tehát azért cserében, hogy mi, Kossuth Lajos és társai felajánljuk nektek a jogok kiterjesztését mindenkire, elvárjuk tőletek, hogy asszimilálódjatok önként és lehetőleg minél gyorsabban. Ha pedig erre nem vagytok hajlandók, vagy túl lassú a folyamat, akkor meg kell gyorsítani, siettetni is lehet, és akkor a magyarosítás politikájával kell kombinálni. Áttérve egy újabb kérdéskörre, és most már igazán közvetlen közelében vagyok a címben megfogalmazott témának, hogyan is vizsgázott, milyen sajátosságokat mutatott a kossuthi nemzetiségpolitika a gyakorlatban. Egyáltalán melyek ennek a nemzetiségpolitikának a főbb területei? Én ezek közül a területek közül csak hármat, a három legfontosabbat emelném ki, mert itt kezdek viaskodni az idővel, és nem akarok megtisztelő figyelmükkel és türelmükkel túlságosan hosszan játszadozni. Ez a három terület pedig az államélet központosítása, a magyar nyelv, a magyar államnyelv bevezetésért folytatott harc, illetve a magyar nyelv terjesztése, és ebben Kossuth Lajos álláspontja, magatartása. Az államélet központosítását akár egy bővített mondatban is elintézhetném, ezt is fogom tenni, mert ettől vannak fontosabb kérdések. Nem csak Kossuth Lajos tudják, hanem Deák Ferenctől kezdve mindenki, aki ismert név a reformkori politikai palettán, egységesen abból indult ki, hogy Horvátországot, Erdélyt és a határőrvidéket központi magyar kormányzat alá kell vetni.
Ez annál sürgetőbb igény volt, mivel, mint tudjuk, Erdélyt a Rákóczi szabadságharc leverése után ugye leválasztották az állam testéről, és közvetlenül Bécsből kormányozták, Bécsből irányították. Horvátország helyével, szerepével kapcsolatban a Magyar Királyságon belül nagy szóródást mutattak a vélemények. Mert Deák Ferenc ugyanúgy, mint Kossuth, ő inkább azon az állásponton volt, hogy a horvátoknak kijáró évszázados múltú önkormányzat autonómia az lehetőleg minél szűkebb legyen. A horvát politikai vezetők pedig a parlamentben is, a parlamenten kívül minden eszközt felhasználtak arra, hogy bizonyítsák, hogy a horvát önkormányzat az már-már egy államisággal, egy teljes államisággal felérő önkormányzat, tehát a magyarok és a horvátok teljesen mellé rendelt viszonyban vannak, tehát nem alá és fölé rendelt viszonyban, mint ahogy Kossuth meg Deák Ferenc is az 1840-es évek első felében főleg ezért harcolt, és éppen ezért érdekes az, hogy a horvát kérdésben Deák Ferenc is, meg Kossuth Lajos is visszatáncolt a parlamenti viták során, mert Horvátország esetén írja Gergely András, de én Kossuthnak az írását is megtaláltam egyébként, Kossuth a teljes állami különállást is lehetségesnek tartotta, hozzáteszem, ideig óráig. Ez egy hirtelen fellángolás volt, utána visszakozót fújt. A magyar államnyelv bevezetésében sem voltak Kossuthnak komolyabb, kiemelkedő érdemei. Teljesen természetes volt, hogy ő is egyetértett, mint mindenki az akkori politikai elitben. Egyetértett azzal, hogy a holt latint a magyar nyelv váltsa föl. Egyetértett a nyelvtörvényekkel, és azzal is, hogy a magyar nyelvet államnyelvé kell tenni, tétetni, ami 1844-ben meg is történt. Ebből következően, tehát azt követelte a Pesti Hírlap számaiban, 1841-ben, 42-ben elsősorban, hogy az ország kormányzati, közigazgatási és adatkezési nyelve a magyar legyen. Ahogy megfogalmazta, ez elég, több sem jogszerű, sem törvényes. Majd egy évvel később, amikor visszatért a témához, majdnem ugyanezt ismételte meg, ennél kevesebbet tenni gyávaság, többet parancsolni zsarnokság lenne. Azt is kifejtette, hogy a magánéletben, a magányos élet dolgaiban a nemzetiségek a legtermészetesebb módon használhatják az anyanyelvüket. A személyes érintkezésben, családon belül, településen belül, tehát a legalsóbb szinteken. Most ehhez még csak egy dolgot itt fűznék hozzá, mert nem tartozik közvetlenül a témához. Kossuth Lajos, mint újságíró, akarva akaratlanul is a nyelvújítók közé emelhető, hiszen legalább 200 olyan szóról tudok, amely az ő alkotása. Ilyenekre kell gondolni, mint a vezércikk, a szakember, a szaktudomány, a tekintély, a fogalom és egyebek. Na meg a felvidék. Darásfészekbe nyúlnék, hogyha most ennek a részleteibe belemennék. Legalább egy másik órás előadás kéne ennek kifejtéséhez. Itt csak jelezni kívánom, hogy mi, akik érdeklődünk a történelem iránt, a szakterminusokat próbáljuk már a helyükön és jól használni. A felvidék esetében abból kell kiindulni, hogy ez egy politikai műszó volt, Kossuthék tollán jelenik meg az 1840-es évek első felében, 1843-45 táján. Tehát a felvidéket, mint szót, az 1840-es évek előtt nem használták. Könyörgöm, tehát korábbi időszakokra ne vonatkoztassuk már. Történelmhamisítás követünk el. Hogy nevezték a felvidék szó megjelenése előtti mai Szlovákiát? Felföldnek, ugye?
már Tinódi Lantos Sebestyén, Balassi Bálinték is Felföldnek nevezik, vagy Felső Magyarország, vagy Északi Magyarország, mindent használtak, csak a Felvidéket nem. És nem csak ez az egy ilyen terminus bosszant engem néha, hanem sok olyan más is, amitől mindenkit óvnék, hogy kétszer is gondolja meg, mielőtt használja. A magyar nyelv terjesztése, a kossuthi nemzetiségi politika, a gyakorlati politika fókuszában, középpontjában álló terület szorgalmazza a magyar nyelv terjedését is, tehát a magyarosodást is, meg a magyarosítást is. Milyen indokokból? Egyrészt a nemzeti egység erősítésére szükség van. Adva van egy még kiforratlan, első lépéseit tevő, képlékeny magyar nemzet, amelyen belül a megosztottság óriási. Jobbágy földesúr ellentét, magyar nem magyar ellentét, vallási ellentét, és egyéb, hadd ne soroljam végig, sok-sok egyéb ellentét feszíti szét. Tehát a magyar nyelvnek kell az egyik olyan kovászának lenni a nemzeti egységnek, amely, hogyha terjed, ezt az egységet erősíteni tudja. Ott volt egy másik aggasztó probléma, ami miatt a magyar nyelv terjesztését szükségesnek véli Kossuth is. Az a tény, amit mindannyian ismerünk, hogy a magyar királyságon belül a magyarok részaránya a szűkebb értelemben vett Magyarországon csupán, is csak 45,4%, Horvátországgal, Erdéllyel és a határőr vidékkel együtt pedig mindössze 36,5%. Sokkal többen vannak a nem magyarok, és ezeken belül a szlávok. És ezen az áldatlan helyzeten változtatni kell? Ez nem lehetett kérdéses Kossuthék és Kossuth számára sem. Milyen más félelmek bujkálnak még a reformkori magyar politikai elitben? A nemzeti lét veszélyeztetettségének hite és félelme. Ott visszhangzik a fülekben és az agyakban a herderi jóslat. Johann Gottfried Herder nem csak a kultúrnemzeti koncepciót dolgozta ki, hanem az 1790-es évek elején megjelent könyvében, aminek az a címe magyarul is olvasható, hogy eszmék az emberiség történetének filozófiájáról. Ez még a rendszerváltás előtt jelent meg, és éppen a két legérdekesebb részt hagyták ki belőle, tehát nem az egészet fordították le. A magyarok borús jövőjéről és a szlávok dicső nagyságáról szóló fejezeteket. Tehát Herdernek a magyarokkal kapcsolatban volt egy borús jóslata, hogy itt van ez az Ázsia felől érkező, teljesen rokontalan és gyökértelen nép, a szlávok által körülölelt Kárpát-merencében, ennek a magyar nemzetnek a napjai meg vannak számlálva. Előbb-utóbb be fog olvadni, el fog tűnni a szláv és a német tengerben, vagy a szláv-német tengerben. És ezt a herderi jóslatot, tehát a nemzet haláltól való félelmet csak felerősítette a pánszláv veszély, amelyet nem a magyar politikusok kreáltak, ez egy létező veszély volt, de ők kicsit nagyon eltúlozták, és túlságosan nagy problémának látták, hogy mennyire ott él a herderi jóslat a reformkorban, mutatja ezt Vörös Marti Mihálynak a szózatából vett idézet és Kölcsey Zrínyi dalából vett idézet is. Vörös Marti 1836-ban a következőket írja, elnézést kérek, én nem vagyok irodalmár, fel fogom olvasni, de nem szavalom el. Attól szétfröccsenne mindenki a szélrózsa minden irányában. Tehát vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyász könnyül. Nos, hölgyeim és uraim, a sír a magyar nemzet sírja,
és a sírt körülálló népek pedig a szláv népek. Kölcsei Zrínyi dalában visszatér ez a félelem. Vándorálj meg, korcs volt anyja vére, más fajálott a kihunyt helyére, gyöngefővel romlott szívtelen. A dicső nép, mely tanult izzadni, névben él csak, többé nincs jelen. A magyar nemzetnek, hogyha nem teszünk ez ellen valamit, hamarosan csak a neve létezik majd. Zárójelbe teszem, mert ez időben jóval túlmutat az előadás idő horizontján, hát még a két világháború között, meg még az 1960-as, 70-es években is, ugye Íj és Gyuláék, Németh Lászlóék, majd később Csóri Sándorék, mind a nemzet halál kiteljesedésétől féltek, az egykével együtt és sok minden más egyéb problémával együtt. Nos, az elmondottak alapján fölvetődhet az a kérdés, hogy Kossuth akkor magyar-román volt. Nem magyar-román, magyar-román volt. Magyar-románoknak nevezték a magyar nyelv túlzó pártolóit, a magyar nyelv túlzó szeretőit. A magyar-románok pedig visszadobták a labdát, ti meg szlavománok vagytok. Ti meg a szláv nyelv túlzó pártolói és a szláv nyelv túlzó terjesztői, a szláv nemzeti érdekek védelmezői vagytok. Ahogy említettem már önöknek, Kossuth szemlélete nagyon érdekesen alakult, mert 1847-ig ő egyszerre kívánt magyarosodást és magyarosítást. Tehát kiforratlan kettősség jellemezte, hadd olvassak föl csak egy a Pesti Hírlap 1842-es valamelyik számából kiragadott részt. A magyar nyelv oktatási nyelv is legyen, tehát erről szól az egész, hazánkban közoktatási nyelvé a latin helyébe haladéktalanul a magyar nyelv tétessék, amely minden falusi tanodában is okvetlenül gondosan tanítassék. 1847-ben jön a fordulat, sokkal mérsékeltebb hangra vált át, nem ellenzi továbbra sem a nem magyarok asszimilációját, meg az ezeket gyorsító intézkedéseket sem, de most már azt mondja, hogy nem kell, hogy a magyar oktatási nyelv legyen, elég, ha csak tantárgy lesz a nemzetiségi területeken, az iskolákban. Tehát külön óraszámban tanulják a magyart is. Nagy kirohanásai vannak, vagy voltak a Pesti Hírlapban, pedig ő szabadkozik, amikor a legelső pánszlávok ellen író cikkét írta, lábjegyzetbe oda tette, hogy én a pánszláv szót vagy kifejezést használni nem szeretem. Hát a kifejezést nem is nagyon használja, de azért keményen oda csap a szláv, vagy a túlzó szláv érdekeket képviselőknek, vagy képviselők felé. Tehát a pánszlávizmussal kapcsolatban két nagy félelme, két nagy problémája volt Kossuthnak is, akárcsak Deákéknak is. Az egyik aggasztotta őt a magyarországi szlávok között kibontakozó nyelvi, kulturális, tudományos együttműködés. Meg ennek ugye része vagy alapja, hogy a horvátoknál, szlovákoknál, erdély románoknál is, hát ugyanazok a nemzetté válási folyamatok indultak be, mint a magyaroknál. Csak a magyarok nem tartották őket nemzetnek, hanem csak nemzetiségeknek. Tehát a szlávok pedig ugye az előbbi táblázatban láttuk, lényegesen többen vannak, mint a magyarok. Mi lesz ebből, hogyha a szlávok összefognak? Ez Meskál Jobb, aki Kossuthnak közel ismerőse volt, ezt így fogalmazta meg, mostani magyarra átteszem. Irodalmi barátkozástól politikai szövetkezésig csak egy parányi lépés van. A nyelvi, irodalmi, kulturális, tudományos kapcsolatok erősítésével kezdődik, a politikai, majd katonai barátkozással és együttműködéssel folytatódik. Tehát a tollak fegyverével vívott csatát hamarosan fel fogja váltani a fegyverek szavával vívott küzdelem.
mint ahogy 1848-ban, 49-ben be is következett. A másik félelme pedig, hogy ezeket a hazai szlávokat Oroszország valóban támogatta, erkölcsileg is, anyagilag is, tehát a magyarországi szlávok mögött ő ott látta a hatalmas Napóleont legyőző, Európa zsandárává, csendőrévé váló Oroszországot, amelynek már nyugat felé irányuló hódítászkedési törekvései, aspirációi voltak. Most nézzük a Kossuth nemzetiség politika néhány még konkrétabb elemét. 1841-ben vagyunk, amikor az Evangélikus Egyház Egyetemes Gyűlésén azt indítványozta, hogy pánszláv propaganda címén az evangélikus szlovák ifjúsági irodalmi egyesületeket oszlassák fel, és fel is oszlatták. Ugyanebben az évben támogatta gróf Zay Károly szuperintendánsnak, evangélikus egyházi főfelügyelőnek, akit 1840. szeptemberében tettek az evangélikus egyház élére, és bősz magyarosító hírében állt ez a Zay Károly. Tehát támogatta Zay grófnak azt a javaslatát, hogy egyesíteni kell az evangélikus és a református egyházat. Az egyesítési szándék mögött is a nem magyarok magyarrá tétele rejlett. Tudnilik, az evangélikus egyház azon belül a szlovák és a német ajkúak voltak többségben, viszont a református egyház zöme magyar ajkú volt, és sokkal számosabb. Hogyha egyesítjük a két egyházat, magyar dominancia keletkezik, magyar többség, magyar fölény, és ez a magyarosítás elő fogja segíteni egyházi vonalon is. És elnézést, hogy ezt a kifejezést használom, ami Kossuthnál tényleg kiverte a biztosítékot, az 1842. június elején 200 szlovák evangélikus lelkésznek a felség folyamodványa volt. Ezek a szlovák evangélikusok felség folyamodványban fogalmazták meg magyarosítással kapcsolatos panaszaikat, sérelmeiket és kívánságaikat, és ezt személyesen az uralkodónak szerették volna átadni, tehát fölvitték Bécsbe, és ott fogadták is őket. No, ennek a felség folyamodványnak semmiféle következménye nem lett, tehát még semmi engedményt nem kaptak az osztrákoktól, de Kossuthék tudomására jutott, és egy iszonytató magyar támadás és felhördülés váltott ki, támadás kezdődött, és ezt a támadást Kossuthnak a Pesti Hírlapja indította el. A petíciót a pánszlávizmus oklevelének nevezte, és javasolta a felelősök kemény megbüntetését. Most erre a kossuthi reagálásra válaszolt a szlovák nemzeti mozgalom első számú személyisége, Ludovics Túr, aki 1843 elején a következőket írja Kossuthról. Ez, amit Túr ír, azért is érdekes, mert nem csak ő látta így, hanem az összes nem magyar politikai vezető hasonlóképpen vélekedett. Tehát Kossuth számára a magyar nemzet szeretete erény, a nem magyaroknál, hogyha a saját nemzetük szeretete jelentkezik, ez meg bűn. Kettő. Kossuth a jobbágy kérdésben liberális, a nyelv és nemzetiségi kérdésben viszont nem az. Három. A Pesti Hírlapban a jogegyenlőségért küzd, az evangélikus konventben viszont büntetni akar. És végül, de nem utolsó sorban, a sajtószabadságért küzd, miközben a szlovák ifjúságot meg akarja fosztani az anyanyelven való tanulás vagy tanítás jogától. És a végkövetkeztetése Stúrnak, amit részben egy kérdés formájában fogalmazott meg, ez az ő szabadsága, ez az ő liberalizmusa. Kossuth a szabadság állarca alatt nem az önkényért víve harcot? Fejezi be a német nyelven külföldön megjelent írását, mert ez is jellemzi a korra. Stúr ezt a hosszú tanulmányát magyar labban akarta magyarul közzétenni, csak nem vállalta be egyik magyar lap sem, legfeljebb csak meghúzva,
tették volna, ezért Stur kénytelen volt az egyik német labban elhelyezni és ott megjelentetni. Nos, Kossuth Lajos és Ludovics Stur így nézett ki. Ugyanaz a szakálviselet, ugyanaz a bajusz, még az öltözködés is egyébként a ruha, amelyben a diétán volt. És még egyszer mondom, 6-szor szólalt fel ékes magyar nyelven. És most már, hogyha még megengedik, ha kaphatok néhány, 2-3 percet, akkor egy rövid kitekintést szeretnék tenni arra, hogy mi is történt 1848-ban, 49-ben, és mi jellemezte Kossuthnak a nemzetiségekhez való viszonyát. A történelmi alaphelyzet szituáció tehát az, hogy 1848 nyarától a nemzetiségek és az osztrákok a forradalom ellen fordulnak, vagyis a hatalmi és a nemzetiség érdekegyesítés már nem reális történelmi alternatíva, az ország veszélyben, végveszélyben van, és ez határozza meg Kossuth politikájának a lényegét is. Egy, tehát a veszélyeztetett magyar államot és nemzetet védeni kell minden áron és minden eszközzel. Kettő, ezt már ismerjük, védeni kell az ország területi épségét, egységét és hozhatatlanságát, valamint a magyarok vezető szerepét, szupremációját, amelyet ezek a nemzetiségi törekvések meg az osztrákok is veszélyeztetnek. Tehát az egy politikai nemzetből semmit nem szabad engedni. Az egy politikai nemzethez foggal, körömmel ragaszkodni kell, és valóban ez határozza meg Kossuthnak az alapállását a forradalom és a szabadságharc alatt, főleg azután, miután a szerbek Karlócán, a szlovákok Liptó-Szentmiklóson, a románok pedig Balázsfalván megfogalmazzák átfogó nemzeti programjukat és követeléseiket. És még ezelőtt nem sokkal, mikor az utolsó rendi gyűlés feloszlott, és Stratimirovic szerb főpap hazafelé készült, még egy próbálkozást tett. Annak érdekében, hogy hát, ha sikerülne Kossuthtal elismertetni azt, hogy a szerbek is nemzet, tehát nem csak a magyarok. Kossuth válasza, szó sem lehet róla, ez esetben döntsön a kard. Nem tárgyalunk, fegyverrel majd eldöntjük. Tehát merevség, de határozott álláspont. Az első minisztertanácsi ülésen március 12-én a következőket fogalmazzák meg. A szlovákok igénybejelentéseinek nagyobb fontosságot nem kell tulajdonítani. Elég a statárium elrendelése Felső Magyarországon, és elég elfogadó parancsokat kiadni a fő pánszlávok ellen, Stur és a két elbarátja, a szlovák triumvirátus másik két tagja, Hurbán és Hodzsa ellen, akik külföldre kénytelenek menekülni. És egy záró példa, augusztus 26-án Kossuth Lajos a képviselőházban szó szerint a következőket mondta. Egyetlen népfaj sem vonhatja kétségbe, hogy Magyarország nem egy státusz, tehát nem egy állam, hanem külön népfajok külön státuszt követelnek maguknak. Ezen az alapon vagy szerte bomlik Magyarország, vagy kardcsapás határoz. És tudjuk, hogy ennek a kardcsapásnak mi lett a vége. Az én előadásomnak is itt a vége, bár még lett volna némi mondandóm, de még ezt a diát bejátszom, ezzel kezdtem, ezzel fejezem be. Tehát a nyitó dián ott láttuk Kossuth Lajost a főbb magyarországi nemzetiségek mellett. Föltehette volna kérdést, vagy ott tehettem volna buborékba, hogy szeretnek ők engem? És a mondandom birtokában pedig önök döntsék el, amit Kossuthnak gondoltam, miért nem szeretnek engem. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.